Kötelezők rövidebben sorozatunk célja, hogy társasjátékok szabályain rágjuk át magunkat, azért, hogy ti könnyebben le tudjatok már velük ülni játszani. És ebben a videóban a Dűne Imperium szabályait fogjuk megnézni. A Dűne Imperium egy 1-4 főig játszható, konfrontatív, paklépítős és munkás lehelyezős társasjáték, ahol is a játékosok célja politikai és hadászati fölényt szerezni a többiekkel szemben. De elég is a szóból nézzük a játékmenetet. Helyezd a játéktáblát a játéktér közepére, a 4 szövetséges jelölőt pedig a 4 frakciós sáv neki megjelölt helyére. Ezután alakíts ki az ütközett paklit, ami a következő féleképpen néz ki. Keverd meg a 4 darab 3-as jelzésüt, válogass ki 5 darab 2-eset, keverd meg ezt az 5 darab kártyát és tedd a korábban lehelyezett 3-as kártyákra, végül egy véletlenszerűen választott 1-est tegyél a pakli tetejére. Ezután tedd a mentátot a neki megjelölt helyre. Az intrika kártyákat keverd meg, és tedd a játéktábla mellé. Az Imperium kártyákat hasonlóképp keverd meg, őket is helyezd a játéktábla mellé, és csap fel belőlük 5 darab kártyát, ezzel megalkotva az Imperium sort. Az Arrakiszi kapcsolat, a térhajlítás, illetve a fűszernek áramolni akár kártyákat keresd ki a pakliból, és alkoss belőlük egy-egy képpel felfelé fordított pakli az Imperium sor mellé. Minden játékos válaszol magának egy-egy vezetőt. A vezetők neve mellett egyébként láttok pöttyöket, ez lehet 1, 2 vagy 3 darab, ez pedig az adott vezetőnek a komplexitását mutatja. Ha először játszatok, akkor javaslom, hogy egy pöttyös vezetőt választhatok magatoknak. A kiválasztott karakterlapot tegyétek le magatok elé. Minden játékos vegyen magához egy 10 lapból álló kezdő paklit. Ez pedig tegye a karakterlapjának a bal oldalára, képpel lefelé. Ezen kívül minden játékos vegyen magához egy-egy vizet, amit tegyen a karakterlapjára. A megmaradt vízből, illetve a szolariszokból és a fűszerekből alkoss egy kupacot, úgyhogy mindenki könnyen elérje azt. Minden játékos válasszon magának egy szint, és vegye el az adott színhez tartozó jelölőket. A 3 ügynök közül 2 tegyen a saját játékos táblájára, 1 pedig a játéktábla mellé. Az egyik kerek alakú jelölőt tegyétek a pontozó sáv 0-as mezőjére. Azonban, hogyha 4-en játszotok, akkor az 1-es mezőn kezd ez a jelölő. A kockáitok közül 4 darabot tegyetek a 4 frakciós sávnak a legalsó mezőjére. 3 kockát tegyetek a hozzátok legközelebb eső helyőrségbe. A megmaradt 9 kockátok fogják szimbolizálni a katonai egységeteket a játékban. A csatajelölőtöket tegyétek a csatasáv 0-as mezőjére. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutoljára töltött ki egy pohár vizet. Ő vegye magához a kezdőjátékos jelölőt. A játék célja, hogy Lancrad egyik nagy házaként erős politikai befolyást szerez, illetve csatában le tud győzni a többi játékost. Amelyik őtök leghamarabb össze tud gyűjteni 10 pontot, vagy pedig az ütközett paklik kiürül, akkor véget ér a játék, és a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos fogja megnyerni a Dűne Imperiumot. A játékban 3 típusú intrika kártyával fogtok találkozni. Ilyen lehet a csatatípusú, amit majd a csatafázisban fogtok tudni kijátszani. Ilyen a terv, amit bármikor ki tudtok majd játszani a körötökben, illetve a végjáték típusú intrika kártyák, amiket a végjátéknál fogtok tudni kijátszani. Minden vezetőnek 2 képessége van. A bal oldalit a leírtak szerint kell alkalmazni, a jobb oldalit pedig akkor fogjátok tudni aktiválni, amikor egy pecsétgyűrűvel küldtök ki egy ügynököt egy helyszínre. A Dűne Imperium számos fordulóból áll. Mindegyik fordulóban a következő 5 fázist fogjátok megtenni. Első fázisként az ütközett paklinak a legfelső lapját felcsapjátok. Ezután minden játékos a saját húzópakliából fog húzni 5 darab kártyát. Ezután a második fázis a játékosok köre lesz, ahol is a játékosok ügynököket tudnak kiküldeni helyszínre, vagy pedig felfedni a lapjukat. Azonban még mielőtt részletezném ezt az akciót, nézzük meg, hogy egy kártya hogyan is épül fel. Egy-egy Imperium kártyának bal felül látjátok a nevét, hogy esetlegesen melyik frakcióhoz tartozik, jobb felül látjátok a meggyőzés értékét, itt látjátok az ügynök ikonokat, itt látjátok az ügynök mezőt, itt pedig a felfedés mezőt. Amikor ügynököt szeretnél kiküldeni egy helyszínre, akkor egy megfelelő kártyát is ki kell játszanod hozzá. Hogyan is értem ezt? Ahogy látjátok, egy-egy helyszínnél bal oldalt bizonyos ikonokat láthattok. Szóval például, hogyha én a Haga medencébe szeretném kiküldeni az egyik elérhető ügynökömet, akkor a kezemből ki kell játszanom egy megfelelő kártyát. Ugye, amin van egy olyan ügynök ikon.
Ezen kívül vannak olyan helyszínek, ahol bizonyos extra költségek is lehetnek, csak úgy, mint a most példálozott Hagamedencénél, ahol nem elég, hogy egy ilyen sárga háromszögkártyát kell kijátszanom, ezen kívül még egy vizet is be kell dobnom a közös készletbe. Viszont miután minden feltételnek eleget tettem, megkapom a helyszínnek az akcióját, illetve a kijátszott kártyámnak is az ügynök mezőben található akcióját. Hogyha olyan helyszínre szeretnél kiküldeni ügynököt, ahol ilyen kocka szimbólumot látsz, ilyenkor toborozhatsz katonai egységeket. Ezt mindig a saját készletedből fogod megtenni, és annyi kockát helyezhetsz át a saját helyőrségedbe, ahány kocka szimbólum van az adott helyszínen. Fontos, hogy ezeket a katonai egységeket még nem a csatába küldöd, még csak a helyőrségedbe állítod őket. Csak akkor tudod őket csatába állítani, hogyha olyan helyre raksz, ami egy csata helyszín. Ez mindig itt a helyszínnek a jobb alsó sarkában látható kardszimbólumok jelzik. Amikor egy csata helyszínre küldesz ki embereket, akkor őket csatába küldheted. Ez a következő féleképpen néz ki. Éppen amit betoborzol, ezeket rögtön ide a kis karikák által határolt részre küldheted, ezen kívül legfeljebb kettő katonai egységedet helyezheted át a helyőrségedből a csatatérre. A csatában még megnyerhetsz bizonyos területek feletti irányítást, erre még majd a csata fázis során részletesebben kitérünk, de most csak előjáróban annyit, hogyha a te irányításod alatt van bármelyik helyszín, és valaki, akár téged is beleértve, oda fog küldeni egy ügynököt, akkor az adott játékos megkapja a hozzátartozó bónuszt. Jelen esetben a kék játékos kapna egy darab fűszert. Három mesterikonnal jelölt helyszín található az Arrakiszon, ilyen a Nagy-csíkság, a Haga-medence, illetve a Császári-medence. Ezek a helyszínek annyiban különlegesek, hogyha egy játékos ide szeretne küldeni egy ügynököt, jelen esetben a kék játékos, amivel ugye kifizeti a kettő vizet, illetve kijátszik egy megfelelő ügynök ikonnal ellátott kártyát, akkor megkapja a helyszínen jelzett fűszermennyiséget, ami jelen esetben 3, illetve megkapja az összes itt már korábban felhalmozott fűszermennyiséget is, így nem 3-hoz, hanem 5 fűszerhez fog jutni a kék játékos. A játékban található helyszínek akcióit most nem részletezném, ugyanis a dobozban találtok egy tábla helyszín útmutatót, ami részletes útmutatást ad, hogy melyik helyszínen milyen akciókat tudtak végrehajtani. Amikor már nincsen több ügynököd a készletedben, vagy pedig már nem szeretnél kijátszani, akkor a kártyák felfedése akciót kell választanod. Ilyenkor játsz ki az összes, amíg kezedben lévő kártyákat, és hajtsd végre a kártyákon található felfedés mezőben lévő akciókat. Ilyen lehet az, hogy még kapsz kardot, minden, ami kardot kapsz, azt a csatasávon fogjátok tudni majd menedzselni, sárga játékos vagyok, egy mezőt lépek előre, mivel egy kard szimbólumot tudtam kijátszani. A meggyőzés értékekből pedig újabb kártyákat tudok majd vásárolni. Ezt megtehetem az Imperium sorban lévő 5 kártya közül, illetve megtehetem az előkészületek során szétválogatott kártyák közül. Bármikor, amikor kártyát veszel az Imperium sorból, ugye most jelen esetben ez a kártya nekem egy meggyőzésbe kerül, ezt a kártyát tedd a dobópaklitba, és a pakliból azonnal csap fel egy újat a helyére. Ez azt is jelenti, hogy ha még van meggyőzés értéked, akkor a frissen felcsapott kártyát is megvásárolhatod. Én most ezt is fogom tenni, felcsapok egy újat a helyére, és már nincsen több meggyőzés értékem, ezért a tőlem balra ülő játékoson a sor. Miután ezzel megvoltál, határozd meg, hogy mennyi erőd van. Ugye minden kardszimbólum, amit korábban kijátszottál, az egy értéknek számít, illetve minden egységed, ami a csatában van, az 2-nek. Ugye a kardszimbólumban most jelenleg a 2-es mezőn állok, van 3 egységem a csatában, 3x2 az 6, ezért a jelölőmet a 8-as mezőre fogom mozgatni. Erről egyébként találtok itt egy kis emlékeztetőt, hogy ezt ne felejtsétek el. Miután mindannyian megvoltatok a kártyák felfedése akcióval, a csata következik. A csata fázis kezdetén a kezdőjátékossal kezdve még mindenki kijátszhat csatatípusú intrika kártyákat. Hogyha passzolsz, amikor rád kerül a sor, akkor nem azt jelenti, hogy te kiszálltál ebből a fázisból, ugyanis lehet, hogy csak taktikailag jó döntésnek tartod, hogy éppen abban a körben passzolj, de utána még kijátszhatsz csatatípusú intrika kártyákat. Ilyenek lehetnek azok, hogyha most megint csak a sárga játékos vagyok és én vagyok a kezdőjátékos, kijátszom ezt a rajtaütés csata intrika kártyát, ami nekem 4 darab kardszimbólumot ad. Ez azt jelenti, hogy én a 8-as sor a 12-esig száguldom. Ezután jön a kék játékos, akinek most tegyük fel, hogy ő már egy 6-os csata értékkel bír, és ő kijátsza a magánhadsereg kártyát, ami is azt mondja, hogy elkölthet 2 darab fűszert, amit most nyilván meg fog csinálni a kék játékos, azért, hogy 5 darab kardszimbólumot kapjon. És a 11-es mezőig fog felmenni. Habár ezzel sem fogja megnyerni a csatát, de legalább egy mezőre van tőlem.
Miután minden játékos kijátszott annyi csatatípusú intriga kártyát, illetve passzolt, kiértékeljük a csatát. Az első helyezetten álló játékos megkapja az összeütközés kártyánál a legfelső mezőért járó jutalmat. A második játékos a második mezőt, a harmadik játékos a harmadik mezőt. Nagyon fontos, hogy ha egyáltalán jutalomban szeretnél részesülni, legalább egy egyes csataértékkel kell, hogy rendelkezz. Most jelen esetben a piros játékos nem kapná meg a harmadik helyezésért járó jutalmat. Azonban, hogyha döntetlen alakulna ki, akkor senki sem nyeri meg a csatát, ilyenkor az első helyezésért járó jutalom nem kerül kiosztásra, viszont minden érintett játékos megkapja a második helyezésért járó jutalmat. A negyedik fázis a mestereké. Ilyenkor a korábban említett mesterszimbólummal ellátott helyszínekre fűszer fog kerülni. Viszont fontos, hogy csak azokra a helyszínekre kerül fűszer, ahol nincsen ügynök. Ugye most jelen példában egyik helyszínre sem kerülne fűszer, viszont hogyha például ez a helyzet alakult volna ki, akkor a Haga medencébe és a Császári medencébe is kerül egy-egy fűszer. Hogyha már a korábbi fordulókban tettetek ide fűszert, akkor tegyetek ide még egyet. Végül a visszahívás fázisban ellenőrizzétek, hogy valamelyik játékosnak sikerült-e összegyűjteni a 10 pontot, vagy pedig az ütközött pakli kiürült-e. Ha kiürült, vagy pedig valaki elérte a 10 pontot, akkor a játék véget ért. Egyéb esetben a mentátot tegyétek vissza a neki megjelölt helyre, ha egyáltalán elvettétek, minden játékos hívja vissza az ügynökeit, és akinél a kezdőjátékos jelölő van, ő passzolja tovább a tőle balra ülő játékosnak, és kezdjétek újra az első fázissal a játékot. Ha ez volt az utolsó forduló, akkor minden játékos még kijátszhatja és érvényesítheti a kezében lévő végjáték típusú intriga kártyákat. Ezek valamilyen extra győzelmi pontokat hozhatnak még nektek a játék végén. És a legtöbb ponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot. Ha netalántán döntetlen alakulna ki, akkor megnézitek, hogy melyik őtöknek van több bizonyos nyersanyaga. Elsőképpen megnézitek a fűszert, utána megnézitek a Solariszt, a vizet, és ha még mindig döntetlen lenne, akkor megnézitek, hogy a helyőrségetekben hány katonai egységetek maradt. Ez volt a Dűne Imperium társasjáték szabálya röviden. Hogyha megtetszett, megtaláljátok szaküzleténk polcain, illetve a webshopunkban is. És hogyha érdekelnek hasonló reflexshopos tartalmak, akkor iratkozzatok fel itt ránk YouTube-on. Ezen kívül megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is. A következő videóig is jó dűnézést, én Soma voltam, sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!